Reggel Vietnám üdv a csatornán, Keeper jelentkezik egy ilyen... Nem tudom, hát ez a beköszönés lehet, hogy nem volt túl felhasználó barát számotokra, de úgy gondoltam, hogy... Igazából nem gondolkoztam, hanem így gondoltam, hogy beköszönök. Na, srácok, arra gondoltam, hogy akkor ugye megmutatnám nektek ezt a pályát, meg hogy fog zajlani, elmondanám ezt a traktor, nem is traktor, hanem mezőgazdasági olimpiát. Úgy fog zajlani, itt végigmegyek a pályán, így, hogy megmutassam nektek. Itt van ugye a rajt, mindenki el tudja olvasni, elfordítja a bár a fejét, és már is látni, hogy rajt és egyes pálya, és itt fog következni egy olyan, hogy magot kellene szállítani ezzel a homlokrakodós traktorral, vagy pedig homlokrakodós géppel a krumpli vetőgépbe, és utána le kellene vetni krumplival azt a kettő, vagy ezt a pályát, ugye. Ugye minden egyik pályájában van választva, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es pályáról van szó, 5-ös pálya, ugye 5 versenyző tud versenyezni, és egyszerre fognak indulni. Ezek a járművek, amit most láttok, amiben ülök, ezek a bíróknak vannak itt. Azok tudják ugye lekövetni a versenyt folyamatosan, nézik, hogy ugye semmilyen csalás és semmilyen rendellenesség nem történik a verseny során. Hogyha elvetetted krumplival, vagy elültetted krumplival azt a kis földszakaszt, ugye, ezt, amit itt látsz, ott, akkor utána átjössz a kombányba, és learatod ezt a szakaszt. Az a lényeg, hogy próbáld meg learatni az egészet, ugye nem maradjon el sem ennyi. Utána leürítesz úgy, hogy ezen a falon keresztül, megmutatom, kiszállok, ezen a falon keresztül átrakod a csövet, és ide fogsz üríteni. Az a lényeg, hogy ezzel a monitúrral fel tudsz szedni utána azt a magot, és az a lényeg, hogy az összes magot szed fel, és vidd át, mindent, az összes bele fog férni abba a kanálba, és vidd át, rakd bele ebbe a pótkocsiba. Hogyha ez a pótkocsi nem megtelt, hanem hogyha a mag ugye belekerült, tehát a kanálba nem szabad semennyinek maradnia, utána ezzel a bálázógéppel felbálázod ezt a szalmát, és ugye mindig kiadagolod természetesen a bálát, tehát nem maradhatod szalma. Az a lényeg, hogy nem maradhat szalma a földön. Hogyha nem csinálod meg, ugye nem aratod le a földet, nem marad szalma, vagy pedig ugye nincs elültetve a krumpli rendesen a földbe, ezeket nem csinálod meg, akkor nem érvényes ugye az eredményed. Tehát hiába elsőként érsz be a célba, ha nem csinálod meg. Utána szépen végzel, leállsz itt ugye a traktorral, és átülsz. Tabolni nem szabad természetesen, azt gondolom mindenkinek így világos. Átülsz a poncba, és akkor utána utána lejössz, itt kiszállsz, és kivágod a fákat, legajazod őket, vagy ha akarod, akkor nem gajazod le őket, azt teljesen tőled függ, és az a lényeg, hogy daráld le őket ezzel a darálóval. Miután ledaráltad őket, ezek fontosak, hogy miután, mindig a folyamat az legyen meg, utána jössz a GCB-vel, és kimarod a tuskókat, és utána a GCB-vel be kell érned a célba. Tehát nem gyalog, hanem GCB-vel bemész a célba, és akkor onnan te vagy a nyertes, ha éppen az első helyen értél be a célba. Ezt is most meg is fogom mutatni, a teljesség igénye nélkül lehet, hogy nem fogok kivágni minden fát természetesen, vagy ilyesmi, de úgy megmutatom, hogy mégis mire lehet számítani, hogy fog ez zajlani. Ezt azért mutatom meg, ezt mindenki nézze meg, aki akar versenyben szerepelni. A nézők is esetleg természetesen végignézhetik, de aki akar a versenyben szerepelni, az nézze meg, hogy ne az legyen, hogy a verseny közben kelljen magyarázni el, hogy mit kell csinálni, jó? Rendben, gyerekek, ezt szeretném. Na, akkor ez onnan fog indulni, hogy mindenképpen onnan fog indulni, hogy innen. Tehát itt a lábad, ott állsz, és akkor amikor azt mondjuk, hogy rajt, akkor annyit kell csinálni, hogy neki állsz, futsz, mint az őrült, be a gépbe nem tabolsz, futsz, onnan indul ugye ott a rajt, beszállsz a gépbe, és már mint az őrült mész, és akkor beöntöd mind a kettő krumplit, oké? Okay? Mind a kettő magot beöntöd, és én ezt nagyon gyorsan megmutatom, hogy megdöntöd magad fel természetesen, ezt te ahogy szeretnéd, ha akarod, és lehet úgy,
mind a kettőt felvehet. Ugye akik rutinosak, akik jobban ügyesebbek, akik többet játszottak, azoknak nagyobb esélyük van. Ugye fogod, felveszed, és akkor beöntöd a magot, ugye? Ugye ez természetesen el fog tűnni, utána elmész vissza, beöntöd a másikat is. Azt meg fogom csinálni úgy nagyjából, hogyha elmondom, hogy mik a követelmények, hogyha esetleg én nem csinálok meg mindent, de azért úgy megpróbálom megmutatni, azért eljövök a másik magért is, ugye. Utána. Ha akarsz, tolatsz, ha akarsz, megfordulsz, ez mind rád van bízva. Az a lényeg, hogy a kettő mag az legyen bent a vetőgépben. Oké, hogyha ez megvan, hogyha ezt beraktad, akkor utána kiszállsz és átülsz, tehát nem tabolsz, semmilyen körülmények között nem tabolsz, mert nem abban fogsz betabolni, hanem végig kell tabolnod akkor ugye mindenhol. Utána szépen megindítod a vetőt, és a súlyom volt, úgyhogy erre figyelsz. És akkor szépen elülteted a krumplit, ugye nem vetjük a krumplit, hanem ültetjük, hiába a vetőgépnek nevezzük, ugye szépen. Látható, nagyon-nagyon látható, ugye, hogy rendesen elültetted el, vagy nem. A bírák azok itt fognak állni, úgyhogy fogják látni, hogy te nem ültetted el végig, vagy nem jól csináltad. Akkor természetesen érvénytelen. Érvénytelen az, amit véghez vittél. Annyit még elmondanék, hogy ugye ezt most így elvetettük, és akkor ez egy csíkban nem fog elvetődni. Természetesen ezzel a vetőgéppel, vagy nem fogja elültetni. Azért látható, hogy ez mindenképpen oda-vissza egyszer meg kell csinálnod. Az a lényeg, oda-vissza megcsinálod, akkor az egész földterület krumplival el lesz ültetve. Mindenképpen ugye maradni is fog krumpli, tehát nem kell attól félned, hogy kifogy. Szépen ugye láthatóan szépen el lett ugye ültetve. Ha én is meg tudom csinálni, akkor gondolom mindenki tudja csinálni, hogyha ezt nem tudod megcsinálni, akkor nem érvényes a dolog. Utána mész, mint az őrült, ha akarsz, kiszállhatsz a traktorból, futhatsz, de az a lényeg, nem tabolhatsz, mész a kombájnhoz, mint az őrült, gyorsan, ugye itt fej mellett fog zajlani másokkal a te versenyed, kiugrasz, úgy, ugye, mint az őrült, nyitsz, ráváltasz. Ez az. És úgy aratsz, hogy lehetőleg ne maradjon el. Azt mondom, hogy egy-kettő elmarad. Itt nem probléma, mert nem biztos, hogy pontosan úgy belefér ugye a vágóasztalba. Ugye attól nem fogsz gyorsabban haladni, hogy ott mész bal oldalt vagy jobb oldalt. Azért férjen bele, azért látni lehessen, ugye, hogy ezt te meg akartad csinálni. Hogy az mégse úgy félig legyen learadva. Ugye gyorsabban a gombáj nem fog aratni, akkor se, hogyha félbe veszed, tehát akkor. És látod, itt kimarad nekem, vagy ott kimarad, az nem probléma. Ez a lényeg, menjél végig, úgy idézőjelben nagyjából legyen levágva, jó? Ez azért fontos. Hogy azért tényleg ne másikébe akarjál nyírni. Ugye másikébe nem szabad átmenni, azt gondolom. Ilyen evidens dolgokat szeretnék nem elmondani mindig. De az fontos viszont, hogy az elejétől a végéig legyen levágva. Tehát, hogyha kiérsz, ugye akkor az így legyen. És akkor utána neked azt el kell dönteni, ahogy szeretnéd, leveheted a vágóasztalt. Most hülyeséget csináltam, mert átmentem a másikébe, ugye, amit nem szabadod volna. Ha akarod, fogod, nem teheted meg azt ugye, hogy átmész a másikébe, ezt most én rontottam. Ha akarod, leveszed a vágóasztalt, ahogy neked könnyebb tényleg, csak az a lényeg, hogy próbálj úgy beállni, szándékosan ugye szűk a szituáció. Próbálsz beállni, úgyhogy leöntsd. Ugye öntsd át, minél jobban átöntöd, annál jobb neked, mert könnyebben felszeded a kanállal, mivel hogyha ide át fog csurogni, akkor ugye kanál nem fogod tudni felszedni, és akkor megint ugye érvénytelen a találat. Ugye ilyenkor már át tudunk ide jönni. Ugye nem muszáj ott végigvárnunk. Úgyni. És akkor az összes benne van. Látod, hogy 97%-ra, ez ki van számolva, gyerekek, ezt a pálya, ez meg van tervezve, viszonylag sok munkával.
Így. Ugye amikor kiszállhatsz a gépből, nem muszáj neked végigvárnod, most például ilyenkor is ugye kiszállhatsz a gépből, ha akarsz. Az a lényeg, hogy ugye az a kanálból úgyis ki fog ürülni. Ez az. Megint ugye nagyon figyelsz, hogy ne maradjon el. Itt fontos. Jó, ott az a elmaradt. Oké. De ne az legyen, hogy csíkok maradnak el, ért. És 99%-ig visszataladsz esetleg, ugye. Nem is tudom, mivel nyit ez a cucc. Z-vel. Oké. Ugyanúgy zársz. Marha gyors leszel. Oké. Nyitsz. Zársz, amikor tudsz egyből, ugye. Hopp, látod, hogy ugye elmaradt volna, visszatolatsz, inkább ne maradjon el. Ne az legyen, hogy ugye. Ügyesen. Ugye a bírók azok végig figyelni fogják, hogy mit csinálsz, tehát nem érdemes nagyon ügyeskedni. Oké. És akkor az összes legyen összebálázva. Lényegtelen, mennyi bálád lett, ugye. Itt nem tudod ugye kidobbatni, szóval az marad benne. Utána a sponsor elmész. És nekem lesz egy kis afférom, mivel nem vettem, elfelejtettem venni fűrészet. Ezt ugye mindenképpen mi közben a rendezők ezek ugye mindig meg fogják venni a fűrészet addig, amíg ide elérsz, tehát ugye ezt nem neked kell megvenned, ugye nekem most nekem kellett megvennem, mert ugye én vagyok a rendező is, meg minden egybe. Kivágod a fákat. Arra figyelsz, hogy nem döntöd át a másik térfélre, jó? Arra figyeljél, ugye mellé tudod dönteni okosan, nem kell átdönteni a másikért, nem kell akadályozni a másikat, az megint ugye kizárás. Az ilyenekre figyeljünk. Oké. Okay. És akkor most én nem fogom kivágni az összes fát, de ugye próbálom prezentálni, hogy mit kell vele csinálni. Ugye ha akarod, akkor összevágod darabokra, ha az a lényeg, az összes fa, ami itt van, az legyen ledarálva. Oké, okay, innen az a projekt megy, hogy szépen megfogod. Oda rakod, ahova akarod, úgy viszed, ahogy akarod, teljesen lényegtelen, legyél azért a pályán belül. És én ezt így volt kedvem vinni, akkor így viszem, megpördítem ugye. A tudom. Hát igen, másik pályára nem akadályozok. Jó, esetleg átlóg nem olyan nagy probléma, hogyha nem akadályozod, azért természetesen van esélyre, hogy ugye átlóg. Szépen berakod, hogy neked kedved tartja. Ha akarod, összevágod, ha akarod, kézzel szórod be, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy azért legyen ledarálva. És ezt megpróbálkozunk vele, hogy így menjen be. És ezt megcsinálod az összes fával. Ha akarod, tényleg fölpakolod a sponsorra bármit. Bármit megtehetsz. És itt ugye problém van. Most ilyenkor ugye lehet küzdeni, oké. Okay. És itt megbiccentettük, jó? Jó, én most ugye nem fogom tényleg az összeset összedarálni. Az a lényeg, hogy amikor megcsináltad az összeset, neked ugye mindenképp meg kell az összeset. Nem is muszáj leágaznod, tök mindegy. Az a lényeg, tűnjön el az összes fa a darálóba. Utána mész, mint az őrült. Az összes tuskót, ugye az összes az ugye 3 darab. Az összes tuskót azt is szépen. Az a lényeg, ez is tűnjön el ugye. Daráld el. Az, mondjuk, hogy ugye ki lehet vágva az összes, most nem akarom kivagdosni őket, azért mindenki látja, hogy mit kell csinálni. Megvan az összes, akkor mész, mint az őrült, és átmész a géppel a célvonalon, és hogyha ez te voltál az első, akkor te lesz az első, második, itt figyelni fogják ugye végig az embereink, ugye a bírók, hogy kivágtad el a fát, learadtál-e, megcsináltál-e mindent. Végig ugye figyelemmel kísérnek, esetleg szólni is fognak, írni fognak, hogy ezt nem csináltad meg, hogy ugye legyen esélyed ugye befejezni. Nem azért vannak a bírók ugye, hogy szívassanak, hanem azért, hogy tényleg jól csináld a dolgokat. Na, srácok, akkor itt prezentáltam, hogy mégis mit kell csinálni. Akkor annyit mondanék, hogy holnap, tehát csütörtökön olyan 7 óra magasságában indulni fog a verseny. Aki
akar jelentkezni, az tud. Úgy fogjuk indítani a csapatokat, hogy ötösével, és mindig ki fogjuk hirdetni, ugye, hogy ki fog nyerni, és annyi még, hogy a modok akkor ott a live-ban, a leírásban lesznek. Kettő darab mod kell, ugye, semmi más a zászlók, mint meg a fal. Mind a kettő ilyen egy-két mega, tehát egy pillanat alatt le tudod húzni. Nem kell hozzá sem map, se semmi. Ugye ez az alapmapon lett megcsinálva az a pálya. Ezt még anno én csináltam a nagy részét, és Zsolt is segített benne. Aki igazából ketten hoztuk össze az egészet. És úgyhogy nem kell hozzá tényleg semmi. Akkor le fogod tudni tölteni. Akkor holnap 7 órakor, hogyha van kedved, akkor ezt végigcsinálod. Ügyesen, szépen. És akkor valószínűleg Joe és én leszünk a bírák egyelőre, meg akkor esetleg még valaki, hogyha lesz. És mindenkit akkor szeretettel várunk, valószínűleg több fordulója is lesz ennek a versenynek, és tehát hogyha holnap lemaradsz róla, akkor valószínűleg tolunk még néhány kört, és akkor lehet később olyat is csinálni, hogy a legjobbak nyomhatnak egy döntőt egymással. Na, akkor ennyi lett volna ez a videó, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, remélem, hogy tetszett, és remélem tetszik a map, és minél többen fogtok jelentkezni. Köszi a figyelmet, jók legyetek, csumicsá!